rendezzük át együtt ezt a teraszt is. Egy izgalmas stílusváltás következik. Villámgyors sebességgel bele is ugrottam a cipőmbe, mert bizony sok feladat vár ránk. Igyekszem kiüríteni a teraszt, mielőtt a fiúk az új bútorokkal megérkeznek. A régi bútorok még teljesen rendben vannak, csak átköltöznek a másik oldalra. Szóval próbálok előre dolgozni, hogy ne húzzam feleslegesen az idejüket. Kisebb fázis késéssel Pixi is megérkezett. Magányos is lett volna projektem nélkül. Ez a kandalló keret teljesen leamortizálódott. Ezért is került ki a házból. Itt szoktam egyébként futópadozni. Egy alaposabb söprögetés következett, az ilyen kincseknek pedig megvan a helye. Az új étkező bútor stílusa megegyezik az előzőjével. Mármint úgy az előzőjével, hogy amit az előző videóban láttatok. Aki esetleg lemaradt róla, pótolja a hiányosságokat. Át is teleportáltam magam a másik oldalra. Ide fogják áthozni a fiúk azokat, amiket az előbb összekészítettem. És már meg is kaptam az értesítést, hogy nem sokára megérkeznek. A tavaszi virágok már előbújtak. Nézzünk is rá a tulipánfára. A kedvenc virágom egyébként a játszint, egyszerűen imádom az illatát. Kicsit örültem volna, ha süt a nap, mert őszintén szóval nagyon fáztam. A színes virágok nekem egyáltalán nem tetszettek az új dizájnhoz, úgyhogy azok maradnak a régi bútoroknál. Végszóra a fiúk is megérkeztek, de az is lehet, hogy én számoltam ki jól az időmet. Szerintem azt már tudjátok, ha ez a kocsi megjelenik, biztos, hogy valami nagyra számíthatunk. Úgyhogy szezám tárulj. Mary Big Unboxing második rész következik. A dobozok szépen lassan lekerültek az autóról, amihez szerencsére a fiúk jó erőben voltak. Először áthozták azokat a dolgokat, amiket összekészítettem. A balkonszett pedig a tűzrakó mellé került. A plac kiürült, és innentől kezdődik a stílusváltás. Ez nem egy sima asztal, hanem egy bárpult. Szóval más az asztal magasság, és a székek is bárszékek. Teljesen felesleges volt eddig a 6 szék, mert 4-en vagyunk és sosem használtuk ki őket. Az előző garnitúra a szűk helyet is még jobban leszűkítette, szóval mindenképp egy lazább, légiesebb megoldásra törekedtem. A srácok ügyesek és gyorsak voltak, mint mindig. Kiegészítőket és dekorációkat még mindig nem tudtam venni, ezért átmenetileg abból gazdálkodtam, amiket itthon találtam. Szerintem hetek kérdése és befejezem ezt a projektem. Az asztal alá még elképzeltem egy nagyobb kültéri szőnyeget, szeretnék még zöld növényeket és hangulatos lámpásokat. Szóval itt egyelőre ennyire jutottam, és vár még ránk a másik oldal, annak ellenére, hogy befagyott a sejhajó. Tapasztalatból mondom, hogy ezek a rattan bútorok tönkre fognak menni, és akkor majd ide is hajókötélfonott bútorok kerülnek. Nagyon nagy vágyam, hogy legyen egyszer egy kerti kandalló, hogy a nyári estéken is tűzropogás mellett tudjunk csillezni. Itt még voltak olyan terveim, hogy kitakarítom a szökőkutat és feltöltöm. Ezzel a madarak miatt sietnék. Hát a napom ez a része nem valósult meg. Próbából kihoztam a benti zöld növényeket, hogy lecsekkoljam, hogy néznének itt ki. Valami ilyesmiket tervezek majd venni. Közben kis csapatom hazaérkezett a suliból, a fiúk tovább siettek a barberhez, Kitty pedig birtokba vette az új birodalmat. A terasz projekttel már eddig jutottam, és így néz ki bentről a konyhából a helyzet.